Az Országos Közegészségügyi Intézet az egész országban rendszeresen küzd a veszedelmes betegség ellen. Tuberkulózis. Évente 14 ezer haláleset, 100 ezer beteg. Súlyos népbetegség. Magyarországot a Morbus Hungaricus hazájának nevezik. Bizonyos fázis differenciával ez a járvány, ez elérkezett Észak-Nyugat-Európából, az ipari forradalom hazájából, Kelet-Közép-Európába, amikor a kapitalista fejlődés itt egy olyan szintet ért el, hogy ez a betegség első számú közegészségügyi problémává vált. És én sajnos nem tudok most önnek arra válaszolni, hogy ki a keresztapja ennek az elnevezésnek, hogy Morbus Hungaricus, és nem is akarom ezt megkérdőjelezni, mert biztos, hogy amikor ezt az elnevezést valaki először használta, akkor megvolt az oka annak, hogy ezt magyar betegségnek nevezte. A 19.-20. század fordulója ez, de még az 1920-as évek is. És tagadhatatlan, hogy akkor, tehát most már a 20. század első két évtizedében vagyunk, nem volt még egy olyan betegség Magyarországon, amiben annyi ember halt volna meg, mint tuberkulózisba, gümőkorba, és ennek volt meghatározó jelentősége a halálozási viszonyok alakulásában. A küzdelemben első tennivaló a betegek felkutatás. Földkeresztes védőnő a családokat sorra látogatja, és a gyanúsakat a tanácsadóba vagy tüdőgondozóba küldi. Az iskolában is fel kell kutatni a betegeket, hogy ne fertőzzék társaikat. Erre való a tuberkuli vizsgálat. A fertőzött gyermeken az oltás helyén piros folt keletkezik, de a fertőzött gyermek nem mindig beteg. A betegséget röntgen vizsgálattal állapítják meg. TBC-re az jellemző, és ez közhely azok körében, akik ezzel foglalkoznak, hogy elsősorban a városi népességet támadja meg. Egy bizonyos népsűrűségre van szükség ahhoz, hogy a TBC az menjen előre, és még valami, ugye a városban voltak azok a körülmények, mondjuk Angyalföldön, ahol túlzsúfoltak voltak a lakások, nedvesek voltak, sötétek voltak, amely körülmények vidéken kevésbé fordultak elő. A zsellérek, a mezőgazdasági cselédeknek, azoknak más gondjaik és más bajuk volt. De tény, hogy a szociográfia biztos, hogy sokat segített, és én azt hiszem, hogy az az irodalom is, amely leírta abba az időben a nagyipari munkásságnak az életviszonyait, az egészségi állapotát, akár Újpesten, vagy Kispesten, vagy éppen Angyalföldön. A fertőzöttek, vagy olyanok, akiknek családjában súlyos beteg van, napközi otthonba kerülnek, ahol a szabad levegőn célszerű életmód megóvja egészségüket. A betegeket gyógyiskolába utalják. A tanulás mellett gyógykezelés és orvosi felügyelet alatt áll. A családi adatok alapján gyanús felnőtteket a tüdőgondozóban vizsgálják meg. A betegséget tisztán kimutatja a röntgenkép. Amikor a közegészségügyi viszonyok elértek egy olyan szintet, hogy viszonylag könnyen lehetett lépni, akkor annyi racionalitás minden politikai rezsimben és minden kormányzatban volt Magyarországon, hogy hát meglépték azokat a dolgokat, amelyeket a szakemberek javasoltak, és lehet azt a kifejezést használni, hogy néha a megbetegedési, de főleg halálozási viszonyok javulásában van egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy, vagy én úgy szoktam bírni, hogy a könnyen előhívható tartalékok, amihez viszonylag kevés pénz kell. És akkor ugye néhány központi intézkedéssel, amit egy etatista államhatalom hamarabb tud keresztül vinni, mint egy decentralizált, ahol a demokráciával gondok, bajok is járnak, ugye, hoztak egy bizonyos tisztéorvosi intézkedést, amit én dicsérek, tehát félrejtés ne essék, nem erről van szó, hogy az nem volt jó, és azt végrehajtatták, meg volt hozzá a hálózat, meg volt hozzá a struktúra, és eredményes volt. A betegeket vagy a tüdőgondozóban gyógyítják,
vagy beutalják a tüdőotthonba. Itt orvosi gyógykezelés, pihenés, jó táplálkozás, jó levegő vár a betegre, hogy azután gyógyultan visszatérve az életbe, ismét hasznos tagja legyen családjának és nemzetének.